Csácsó, mi csőtészt a csokoládé! Sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, kívül jelentkezik egy újabb Survivor túlélő játékkal, ami nem más, mint a The Forest, ugye a Seven Days to Die-ba elértünk egy olyan fejlettségi fokot, ahonnan már olyan túl sok mindent nem tudunk elérni. Arra gondoltam, hogy megnézzünk egy hasonló stílusú játékot, ami igazából annyiba különbözik, ugye, hogy ez kicsit sztori alapúbb, és egy kicsit horrorosabb, horrorisztikusabb. Nagyon-nagyon régen, talán 5 évvel ezelőtt, vagy nagyon, tényleg nagyon régen próbáltam azt a játékot. Akkor még elég kezdetleges volt, elvileg most már nagyon szépen ki van forva, egy egész sztori szálat tudunk végigkövetni, egy ilyen nyomozó sztori szálat, nagyon spoilerezni nem akartam magamnak se, szóval nem olvastam utána, az a lényeg, hogy van valami nyomozás, valami a gyerekek után, ennyit tudok igazából. Na, de vágjunk bele a lecsóba, aztán nyomunk egy új játékot, normálon, azt már csapathatjuk is, gyerekek. Igen. Kíváncsi vagyok rá. Most azon gondolkozok ám egyébként, hogy annyira nem vagyok oda a horror játékokért, mert én nagyon-nagyon postos vagyok, nagyon beszoktam szarni még egy nem horror játékon is, és lehet, hogy ez nem lesz annyira jó nekünk. Na, a repülőgéppel repülünk. Itt a gyerekünkkel, a fiunkkal, és elvesszük a könyvét, egy túlélő kézikönyv, egy túlélő kézikönyvet. A kajánk az meg, nem ettük meg a kajánkat. Ja, igen, lezuhanunk, ugye? Lezuhanunk egy szigeten. Lezuhanunk egy szigeten. Úgy kezdődik a sztori. Ajaj! Hát a gyereknek a feje egy kicsit beleverődött a izébe a tárca, ezért kell felhajtani, mindig bemondják, hogy hajtsák fel az asztalkáikat, ugye? Azt az nem hajtottuk fel, belecsapódott ott a gyereke. Uha! Uha! Egy srác, csávó elragadja a gyerekünket, úgy látom. És hol van a többi utas? Na, úgy állunk neki ennek a játéknak tényleg, mint az újszülöttek, mert igazából sok mindent nem tudok róla, annyit, hogy tényleg valamilyen nyomozás lesz egy a gyerekünk után, meg hogy igazából egy ilyen komplexebb nyomozó munka is hárul ránk, hogyha ki akarunk innen jutni egyáltalán, nem tudom, hogy ki lehet-e jutni. Na, ez volt a repülőgép. És össze kellene szednünk a dolgokat. Ez mi? Nem írja ki, hogy mi? Ez mi? Ez valamit megettük. Üdítő hozzáadva a felszereléshez. Két üdítő hozzáadva a felszereléshez. Alkohol hozzáadva a felszereléshez, ez jó lesz, akkor ez is alkohol, ez kaja. Ilyes, hogy szerez élelmet. Megettük, ez mi? Utaslista hozzáadva, utaslista, gyerekek, utaslista. Hát utasok úgy látom, hogy nem maradt egy se, nem? Ott valaki fekszik mindjárt. Eszünk, iszunk, meg összeszedünk mindent, amit lehet. Nem tudom, nincs, nem hagyok el semmit. Itt is mi ez? Ez mi? Gyógyszer? Ja, gyógyszer. Aha. Egy fejszívvel tudsz fákat kivágni, vagy éppen ellenségeket darabolni. De jó nekünk. Jó. Kicsit szét van hullva itt a dolog. Új állatfaj felfedezve. Na, figyeljetek, szerintem, hol a szarba lehetünk? Itt, azt hiszem, úgy van, hogy random, gyűjtsünk össze mindent, nem amit lehet. Meg azt hiszem, ezeket a vizéket, ezeket a csomagokat szét lehet berhelni, és lehet bennük találni jó dolgokat. Csoki, meg valami rongy, ilyen szalag, duct tape. Ezeket a csomagokat gyors megnézem, jó? Nem tudom, milyen vadállatok vannak. Mi pötyög a fáról? Nem tudom, milyen vadállatok vannak. Nem tudom, hogy az ellenségek azok hogy működnek. Tehát, hogy most az első nap már így rám ronthat valami. Hogy erősödnek-e, meg ilyesmi. Fogalmam sincs tényleg. Úgyhogy ez egy kicsit ilyen... Lehet, hogy meghalunk 5 perc múlva a dolog lesz. Meg kellene nézni, hogy kell menteni, nem? Ez szar. Teniszlabda volt.
duct tape volt. Ja, nézzünk körül. Ezeket a csomagokat szerintem biztos érdemes felvontogatni. Még gondolom később is vissza lehet jönni ide, hogyha emlékszel. Várj, van térkép? Szar, nincs térkép, gyerekek. Nem, mert is nyomtam, meg a tabot is nyomtam, általában ez a kettő szokott lenni, hát egyik sem nagyon reagált. Teniszlabda. Mennyi csomag van? Az összes csomag ide ki van hullava. De hol vannak az ellenfelek? A teniszlabdás. Ez mi, ez valami izé volt? Ilyen teniszcsoport volt? Mindenhol teniszlabdák vannak. Nem tud több követ fölvenni már. Hát, várjál már. Itt is van még. Gondolom minél hamarabb valami bázist azért nem ártana összeszedni, ahol nem tudja már a gyógyszert se elrakni. Ja, már annyi cuccunk van, hogy nem bírom elrakni. Bár inventory, ez hogy van? Ja, így van az inventory. Kék, itt a kép Timről. Kézbe vesz, meg tudom nézni, Dick. És ezzel mit tudok, semmi mást. De én nem akarom, hogy kezembe legyen most ez. Itt a balta. Kézbe vesz, aha. Mi van itt még? Ez mi az a hátizsák? Gyors. Tárgyválasztás, egy üdítő, alkohol. Ja, van ilyen íze, gyors menü. Az egy az üdítő, a kettő az alkohol, gyógyszer. Jó. És lehet kombinálni, aha. Ja, lehet kombinálni, és akkor össze tudsz rakni dolgokat. Utas lista. Ez mire jó kézbe venni? Aha. Meg lehet nézni. Sokra nem tudom, mire jó. Az palmodáre! Tűnjön innen! Vegyük ezt kézbe, jó! Figyeljetek, szerintem körül kell nézni, hogy hol vagyunk, nem? Ezt az egyet még megnézem. Paolo! Fölvettem egy inget, Dick. Itt hol vagyok. Meg kell nézni ezt a B-t, hogy terülteti, hogy nézzük meg a craft. Úristen, mennyi mi ez? Barkácsolás. Hogy tárgyakat készíts, össze kell gyűjtened a megfelelő mennyiséget az alapanyagokból. A recepteket meg tudod nézni, ha a fogaskerék fölé tartod az egeret. Jó, milyen fogaskerék fölé? Nyomd meg az i-t, gombolt, hogy barkácsolj, ezen a pokrócon tudsz barkácsolni. Kettő, nyomd meg a tárgyat a barkácsoláshoz, és utána ezt, és akkor lesz, oké. Okay. Jó. Ez mi? Barkácsolás. Természet. Ja, itt vagyunk fenn most. Növényvilág. Állatvilág. Varjú, ezt az egyet ismerjük, ugye? Nem, ott volt még egy. Kardinális pincs. Oké, okay, mókus. Gondolom azokat, amiket láttuk. Jó jegyzetek. Itt mi van? Itt vannak a... ezek mik? Túlélés alapjai. Vadász menedék. Építs menedéket, tudsz benne aludni, illetve el tudod menteni a játékot, de jó. Második lépés. A tűz a barátod, melegen tart, vagy épp világít a sötét éjszakákon, elijeszti a vadakat. De vigyázz a tűzzel, mert könnyen felhívhatod magadra a figyelmet. Hét levél, két bot. Tök jó. Harmadik lépés. Itt van egy egyszerű példa, két hasonló színű és nagyságú bogyóra. Egyik ehető, a másik nem. Az áfonya ehető. És ő meg nem. Sötét mézbogyó. Kerüld a sötét, fekete színű fején. Bogyókat. Jó. Oké. Hú, bazze. Tűzrakás. Különböző tüzek vannak. Kezdetleges tábor, tűz, mágia. Állótűz, tábortűz. Ja, és akkor itt tudod, ki kell választani, és itt tudod lerakni. Aha. Várjál, még ezt át akarom nézni, csak nehogy megtámadjanak közben, nem támadnak meg. Menedékek, hú, van ház, kis kabin. Hú, egy nagy kabin. Élelem. Nyúlketrec. És ezzel foghatok nyúlni. Vízgyűjtő. Kert. Szállítóállomány. Bottartó, röntartó, röntszállító, kőtartó. Fegyverállvány. Robbanószertartó, komód, de jó, nagy szekrény. Csak komplet izét, falut lehet, baze. Páncélállvány, tök jó, nyilkosár.
Csontkosár, alapzat. Padló, és lehet ilyen izékbe is pakolni, építkezni ilyen, amilyen akarsz, falakba. Egyéni lépcső. Őrtorony. Kőfal. Kőút. Csontkerítés. Faház, ez ilyen fa tetején van, de jó, figyelj el. Tudsz ilyen fára építkezni, ugye? Alapépítmények, egyszerű fal. Te Jézus Isten gyerekek. Kiegészít, jelölő. Jelölő, azt gondolom, hogy akkor a ilyen mapon látod. Nem a mapon, de így, ha körülnézel. Céltábla, kötél, fanás gyűjtő, kötélpálya, lift, Isten bazd, butorzat, kandalló, gyerekek, tök jó. Tök jó dolgokat lehet. Szarvasbőr, nyúrbőr, koponyalámpás, plafonlámpás, koponya víz, trófea, függőkert, lámpa, madárház, nyúlcsapda, na oda nézzél, nyúlcsapda. Hinta csapda, csavocsapfagyi csapda, védelem, tüskék, katapult, megerősített falak. Oh, lakóhajó! Lakóhajó, ez tök jó lakóhajó, nagy tutaj. Lakóhajó, az érdekel, és ezzel tudok közlekedni? Tehát biztos, hogy kevésbé tudnak megtalálni, nem? Segélykérés, jelez, soha ne hagyd fel reménnyel. Jelzés, SOS, 34 darab, de jó. Feladatlista, megtalálni Timit, építeni egy tábort, megtalálni az eltűnt utasokat. Tök jó. Jó, akkor szerintem azt kellene, hogy valahol letáborozni, nem? Hát nem itt akarok kapásba, körül kellene nézni, hogy hol vagyunk. Nyuszi! Ezt a nyugat nem hiszem, hogy elkapom. Gondolom csapdázni kellene, vagy ilyesmi. Ez a nyelv. Mi van itt? Tenger Park van, itt jön el. Az mi? Ez mi az a hang? Ott van valami szigetszerű. Ott meg ilyen havas rész van. Ez mi? Ja, én izélek. Túl sokat futok, akkor így lieg a csávó. Szomjas vagy, találj üzet, kösz. Onnan az anyámból. Ja, mondjuk van nálam üdítő, meg ilyesmi. Ez mi? Ezt nem lehet bántani. Ott egy konténer. Nem tudom merre induljak, körül kell nézni, nem a környéke. Hogy egyből telepedjek le. Ez így is. Mi itt a jó? Megold. Ott egy ellenség, Dick. Ott futott egy izé, ott fut egy csávó, hallod? Kapásból így betámadnak, nem vagyok valami nagyon felkészült. Nem, ilyet kellene csinálni, azt szeret a keeper ijeszkodni. Tudod, mint a Seven Days to Die-ba ezerrel. Amúgy nem csúnya a játék. Jó, hamar megszomjaztunk. Már inventory-nál néztük azt, hogy egyes, kettes. Aha, egyes. Ittam is. És kell ne felejtsük, hogy mi van itt? Mi van ebben a konténerben? Elvileg tök összetett a sziget, csomó minden van. Hoppá, koponya. Bot. Itt valami ízik, ezek az őslakók építették ezeket a szarokat. Jó, ezeket összeszedjük. Koponya, nem tudom, hogy mit tudok bele csinálni. Pénz, Dick! Mi volt ez, baze? Ó, oh, ott a ízik, ott a köcsög, ah! Ugye megvágom. Ahogy több konténer is van. Azt nem tudom összeszedni. Ott volt a buzi, e. Gyere ide! Ezt az anyád úristeni! Ezek megtámadnak? Be vagyok szarva picit. Ez a pacfasz. Menj, gyere ide! Gyere ide, na! Hallod, ezek nem támadnak? Oh. Az anyád úristene! Hallod, hogy...
Ugrá! Haverja meg végignézni. Azt be, hogy Rambert csávó. Hallod? Júj! Hóhá! Meghalok már az első. Ezeket elvileg nem lehet szétvágni, vagy valami? Hallod a csáv, a nő az kemény volt, a fickó az meg ilyen... Szarik rá. Ne ordíts! Nem hiszem, hogy hallod, összeszarom magam az első időre. De készak a támadnak, biztos beszarunk. Ezeket nem lehet? Én úgy emlékeztem, hogy... Aha, ott egy láb. És ezekben elvileg lehet valami csinálni, ami elijeszti őket, nem? Amikor nagyon, nagyon régen játszottam én ezzel, de... Én nem vágom, hát most őszintén, ez egy kicsit csúp, bocs. Fej, nem áll megörül a feje. Jó van, levágni. Jó, hát van egy ilyen. Ez jó van, ez maradjon. Jó, gyűjtögetünk az... Na nézzük meg, mi van, mi volt ebben a konténerben? Hol van a gyerek? Elment? Ezek intelligensek valamennyire? Mi ez? Oh. A francba! Amúgy egy ilyen konténerbe beköltözni tök védhető lenne, nem? De miért vannak itt ilyen sokan? Amint így kapásból lehet, hogy rossz helyen járok. Nem tudom, ezek az alaplapok mire jön. Figyelj, itt meg ide van, milyen gipszkarton, meg mi az. Teknős. Teknős az, azt hiszem, hogy abból valamit lehet, egy víz. Vízgyűjtőt, vagy... Na jó. Hús. Meg teknős páncél. Meg trófea! Dick! Jó, most ez nem kell nekem ez a trófeára. Dobj el! Jó, én elmegyek innen, én látom, hogy ez nem jó. Ott van valami falut. Hoppa, itt is vannak még ilyen csomagok. Amik ezt nem, megint nem tudom hova vinni. Túl sok tud van nálam, úgyhogy lehet, hogy inkább le kellene telepednünk. Nem? Hány óra van? Honnan lehet tudni? Még meg kell... Nem, figyelj! Figyelj! Bazd! Te buzi! Az hátulról! Be akartál van. Gyere, gyere! Te most komolyan megy le a napba, mi van? Meg volt, fiek, ütöttem a fogát gyereknek. Bazd, még nem halt meg, hallod? Most már igen. Mindjárt meghalok, be kell kötöznöm magam, vagy valami. Nem tud több testrészt. Jó, hagyjuk a francba. Most le, hogy beborított a vér, most le, hogy elkerült az betegségeket. De jó, jó, elkerültük a betegségeket. Na jó, várjál. Be kéne kötnem magam, nem lehet, vagy ahogy, hol vagy. Gyógyszer mire jó? Visszatölti az életerőt. Oké. A repülőből így szétszórva egy csomó cucc. Na, elmegyünk a másik irányba, én nem tudom, itt olyan fal, ott egy ilyen faluszerű, ami nem nagyon ez boldoggá. Éhesek is vagyunk. De várjál, van kajám, nem? Hányos gombot kell nyomni hozzá? Üdítő, gyógyszer, alkohol, túlélő fejsző, ezt meg kéne tanulni. Hol volt valami csokim volt nekem, nem? Ez mi? Ruhakészlet, üdítő, nem volt kajám? Nincs kajám? Teknés francia. Ez elég szomorú.
Tényleg nincs forró. De itt a csoki. Elmegyek a másik irányba, körülnézek arra. Legszívesebben egyébként ilyen tutajon lennék. Lehet, hogy ott annyira nem tudnak megtámadni. Futunk el, mint az őrültek. Mondjuk a szigeten meg lehet, hogy nincs ilyen nyúl, meg ilyenek. Meg hát fa. Ott egy sziget, de nincs rajta semmi. Valahogy éjszaka lesz? Jaj, már előre félek. Majd csinálom valami sheltert gyorsan. Fáradt vagyok, nem fut a csávó. Bocs, lassan gyalogolom. Mondjuk ilyen helyen is letáborozhatnék. Elmegyek még arra, ott körülnézek arra fele. Itt a parton, én mindig szeretek parton letáborozni, valószínűleg sivatag nincsen. Még nem tudom, biztos nincs. De... Elnézünk arra, fölmegyünk oda a szigetre, ott látok ott megint valami építményszerűt. Ott szembe velünk. Elnézést, kurc. Hogy tudok világítani? Tudok fákját csinálni, biztos. Figyeljetek, le kell telepednem. Mondjuk ott a hegy tetején, ott a fa alatt is tök jó lenne, nem? Ott jobb oldal. Mindjárt megnézzük, itt még vannak. Mi az, ha jó vagy, mi van ott előttünk? Hú, basza. Tök para ám. Meg ezek olyan, ilyen csendes gyilkosok ezek. Akkor a horgony, dik. Jó, hogy lemegy a nap. Mik vannak itt? Főzőedény. Nem hiszed el. Ez ennyi volt, itt nincs semmi más. Kűj. Horgon. A fákját kéne csinálni, nem? Mondjuk írták, hogy akkor magunkra vonjuk a figyelmet. Hát ez nem biztos, hogy akarom. Le kellett volna már rég táborozni, de nem tudom, én szeretem megválasztani a helyet, ahol letáborozok. Ott egy hajó. Hajó, nem jó. Figyelj, itt ez tök jó lenne itt letáborozni, oda né. Ez tök jó, mert én szeretem az olyan helyeket, ami egy irányból kell csak védeni. Itt a fa alatt, itt lesz a táborhelyünk, jó? Ez jó ez a hely. Ez mi? Csak nem látok semmit. Dik? Ne szórakozz a csém, Mária! Motor gyújtó, nem? Azt! Na, ez most kemény. Én nem gondoltam, hogy ilyen. Mária, hogy kell? Kombinálom ezzel. Ez a fákja lett, nem? Hogy kell meggyújtani? El? Hát, ma, öcsém! Di! Te... Azt tudom, már van előre, de... Vazza, valami olyan... Megdöglünk instant. Osztobi! Még életemben nem láttam játékban ennyire sötétet. Ott a hegy. Úgyhogy akkor erre kérem ennünk. Jézus Mária! Itt a fa! Azt a betyár. Figyelj, ide kellene egy kapásba, egy gyors tábortűz, vagy valami ide a fa tövébe. Kombinál. Hogy kell tábortűzed? Várjál! B. Hú, te fiú! Egyszerű tábortűz. És akkor abba bele kell pakolni a dolgokat? Legyen egyszerű tábortűz most. E. És akkor bele kell rakni. Jó. Még kellene ilyen... Honnan vegyek ilyen izét? Ilyen fűjed, vagy mi az? Bokrot. Levelet. Mondom. Most tevint, hogyha jobban látnék. Gyújtsuk meg. Esküszöm, így nem látok olyan jól. Ugye? Így nem látok olyan jól. Így jobban látok a sötétben, mert elvak itt. De ha megtámadnak, én összeszorom magam.
Nem tudom, honnan van levél, szerintem ilyen bokorból volt, vagy mi a szarból. Nem fűből, hanem bokor. És bemegyek az erdőbe, itt nincs valami bokor. Megborulok. Ezt lecsaptam itt, de... Levél, aha, hozzáadva, jó. Ezekben van a levél. Akkor vissza is mehetnék ma. Hoppa! És mutatja legalább, hogy hova kell mennem. Jó! Hű, ez izgi lesz, gyerekek. Ez izgi, főleg ez a sötét. Ez nagyon beteg. Itt letáborozhatnék, és akkor lehetne egy kikötőm. Azon a hajón nincs fény. Jó, ez nagyon para. Para lesz ez a játék, mi? Para, nagyon para. Ah, itt van levél még el. Ha szétütöm ezt a virágot, akkor levél lesz belőle, hogyha kiszedem... Mi? Ez mi? Jaj, de megettem saját magamtól. Az öngyújtó, ez az örökké tart, ez a Bic öngyújtó. Mindjárt tábortűz lesz. Oké. Begyújtjuk. De ennek az nagyon nagy fénye van, Dick. Ah, te fiú, várjál! Mit kell? Kell ráraknom. Mit rakok rá? Tudok rajta hús sütni, C. Ha ráraktuk a húsit. Lehet válogatni, hogy mit akarsz, fejet, meg ilyen szarokat. Jó, más nem rakok rá. Nem lehet levenni a húst, az arra pályáznék. De én nem akarok rárakni mást, hanem a húsit akarnám levenni, ezt hogy kell? Ah, meg lehet enni. Levenni nem lehet róla, csak megenni egyből. Aha, nem baj. Jó, akkor ezek után tudjuk. Nem tudjuk levenni a húst. Körülnézek itt a fa körül, hogy akkor itt innen nem támadhatnak, ugye? Itt szikla van. Itt biztos nem jönnek föl, csak itt nem, de nem hiszel. Nem, ez jó védhető hely. Az anyád úristen, és szóval lecsaptam a csávót. Csávónak a fejét. Ez meg elaludt? Nem. Olyan semmi fénye nincs egyébként. Jó, lehetne már reggel, mit építsünk ide? Az a baj, reggel jobban látnám, hogy milyen szituáció. Itt van egy itt van egy bőrönd. Ruhasz, ahol. Ezt nem lehet eltüntetni, ezt... Ja, jó van. Mondom, ne legyen itt egy bőrönd nekem. Ilyen kossz szemetek ne legyenek a ház körül. Jó, ez tök jó lenne, mert egy oldalról tudnám védeni. Jó, hát ezt meg itt akkor maradjon. Mit kellene építenem? Nézzük meg azt, így válok, és akkor megnézem a B-et. Hogy milyen házikód, vagy milyen szart kellene csinálnom. Ez jobb, hogyha ilyen tüzet csinálok egyébként? Szerintem egyébként tábortűz, ez biztos ez a legjobb, nem? De lehet, hogy ez ilyet örök. Átmeneti menedék. Ilyet lehet. Lehet ilyet. Na figyelj, nem, nehogy már ilyen átmeneti menedéket csináljak, nem? Nagy kabin, ez kellene. Ezeket később gondolom el lehet tüntetni. Bottartó. Ha legyen ilyen nagy kabin, csináljunk egy ilyet, nem? Azt a vagyhár. És ez ilyen oszlopokon áll. Lehet így, hogy ilyen. De jó! Figyeld! És gondolom akkor lépcső kell hozzá. Merre van a izé? Arra van a... Nincs. Forgatás. Valahol ide kellene raknom. Hol a bejárat? Itt a bejárata, és arra van az ablak. Akkor így valahogy el. Itt lenne a bejárat, és az a lényeg, hogy lássak rá. Nem jó helyen van a bejárat. De jó helyen van, így. De most figyelj, most arra néz az ablak, ugye? Átfordítom. Akkor is arra néz az ablak. Ez miért? Ja nem, mind a két oldalon ablak. Jó, oké. Csak hogy kilássak, érted? Na, akkor ezt ide kellene raknom.
Én arra gondoltam, hogy ide. Még egyszer megfordulok, megfordítom, megőrültök, mi? Így valahogy. Így gondoltam. Így. Hát ez elég elbaszott lett. Nézzük, körbejárható? Jó, hát ez biztos, hogy védve van annak. Itt tudok majd bemenni, ugye? És C-vel meg tudom szüntetni, hogy mégsem. Nem jó felnéz az ablak, én nem, azt akarom, hogy arra nézzen az ablak. Ahonnan támadnak, tudod? C. Bocs, hogy tökölök, de úgy ismertek szerintem annyira, hogy én ilyen vagyok ebben. Hogy állandóan ezt... Mondjuk ez középre kellene. Azt a tábortüzet nem tudom felszedni, mondjuk így. Bálok a fal alá, és pont a izé fele nézzem. A hegy fele, ugye? Az lenne a lényeg. Hát, megnézem így. Itt megyek be, pont a hegyre nézek rá. Jó, ez jó, csak túl alacsony. Úgyhogy még annyi gyerekek, bocs. Ez jó volt, elég ugyanúgy maradt. Hogy csináltam, hogy magasabb? Aha. Oké, tökéletes helyen van, én úgy érzem. Pont a fa alatt, mondjuk reggel jobban lehetne látni. Na szerintem pont a fa alatt vagyunk. Full, semmit nem látsz egyébként, tök szar. Gyújts farönköt, 89 farönkkel, de volt egy ilyen, ilyen taligarám, amivel tudnám hordani a dolgokat. Ez hol van az? Röngszállító, 21 darab stickből kell. Jó, akkor egy ilyet kellene csinálni, 21 darab stick kellene hozzá. Ezt az erdőszélbe kellene megoldanom, én úgy gondolom. Itt is egy ilyen totem, várjál, a totemekben van izé. Melyik a balta 4-es? Az. Ezekben vannak stickek, ezekben a totemekben. 8. A kőből meg majd kell csinálni tábortüzet. Ez a tábortűz ez elég? Hát tűnik. Hogy lehet ezt megszüntetni? Nem kell nekem ez a tábortűz. C. Jó, ez el is tűnt. Nem tudom, nem biztos egyébként. Így kell csinálni majd egy jó táborközet. Jó lenne, reggel lenne egyébként. Na, várjátok, öngyújtóznom által. Jó, és akkor kell sticket szereznem még jó sokat. Nem, megyünk az erdőbe, leszarom. Sötét van. Csak nem támad meg semmi. Na, ugye itt lenne fontos, hogy mit eszel meg mit nem eszel meg. Addig várok, nem merem megenni ezeket. Böszmös sötét van, gyerekek. Ne, bazen, lehet aludni, nem? Kell volna csinálnom egy kis sheltert, és akkor tudtam volna aludni. Ugye, és akkor nem kéne kavarognom éjjel. Ó, de hülye voltál, Keeper, nem mindegy. Nehezebb megoldást választunk. Sticket gyűjtünk éjjel az erdőbe. Az meg. Valaki támad, hallod? Oj, hallod a falat, látom a szőrt! Jújj! Ne! Hol vagy? Ah! Jó, kerül a nap! Bazza, összefosom magam! Hányan vannak ezek? Menjetek a brös... ...pocsembe! Ó,
Bazza, leütött egyik a másik a tikkhoz. Nagyon nem akarok meghalni az első két percbe, bazza. Egy csávóra meg bod van. Nem tudom melyik gomb... Az. Azt a betyár! Rott életben, mi volt ez? Úr is, hallod? Nem is tudom, beszéltem, mert mi volt ez? Horror szar, rott életben. Nem tudom, hányos gomb az a rohadt gyógyszer, azt nem tudtam megnyomni. Oh, azt a tegyes fasz. Ő, kettő fogát, öcsém, nézd! Ehhez képest, baza, zöndés, tudál, ide, gyerekjáték. Elfut, érted, hallod? Ez is durva, hogy elfutnak, beszarnak, azt csak csapatostól támadnak. Csak ki tudja, hogy mikor fog hátba támadni a kis szarházi. Azt akarom megnézni, itt a tábor, ez a tábor tisztis, nem tudom eltüntetni. Ez eltűnő, vagy mi van én? Jó, el lehet tüntetni. Azt a macskos édes anyátok, az. Jó, írja ott egyébként, hogy mi kell hozzá, bot kell. 13 darab. Jó van. Ez kell bot, ugye. Jó, ezek a hullákat nem tudom, mit csinálják. Egy helyre ordjam, vagy mi legyen bele, gyerekek. De kiirtottunk egy egész rohadt lézét, köcsögöt. Ide dobálom őket. Ezek kellhetnek még később, nem? Vagy nem tudom már. Végezni kéne estére ezek. Hol tűnt a hulla? Egy van. Jó, összeszedem őket, vagy nem tudom. Nem, biztos kellenek valamire. Ennyi nem madár. Ja, éjszakára mindenképpen oldjuk meg, hogy aludhassunk, vagy nem tudom, hogy ne az legyen, hogy betámadnak éjszaka. Ez borzalom volt. Azt a rohadt életbe, hát én nagyon összefostam magam. Hol vannak a hullák? Nehezen találom meg. Jó. Ezt a kotlát meg kéne csinálni, de egyébként ezt nem tudom szétbontani, mert akkor azt kellene csinálni, megmondom őszintén. Hány drop? Egy drop botra szedtem szét. Hány darab botunk van? Honnan lehet tudni? Ja, itt van több. Három? Ne szórakozz. Háromra? Ugye azért gondoltam, mert akkor ott egyszerűbb lenne, ahol van bot. Ezt megépíteni. Jó, rönköt kellene cipelni, meg ilyesmi. Meg botot kellene szedni. Meg azt a hajót meg kéne nézni, meg egy csomó minden. Jó, először csináljuk meg a izenket. A házunkat, jó? Vagy mi az? Botot az honnan? Mizéből? Ja, itt vannak ezek a paszújak, vagy mi ez. Hát, befostam, na. Ezt meg kell hagyni. Ha, ez adja a sticket. Jó, ez adja a sticket. De ezek nappal is támadhatnak, hogy jó lenne figyelnem magamra. Beakadt. Ilyen csendesek, érted? Mi ez a hang? Ez mi volt? Mint ha rohant volna valami a rohadt erdőbe. Nem kell az öngyújtó, hogy lehet elrakni? Aha, az öngyújtó. Ott van egy, ja. De jó, örülök. Komolyan mondom. Ez már most látom, hogy ez stresszes lesz nekem.
10. Jó, így könnyebb, érdemes volt eldobni azt. Mert akkor be kellett volna oldani a sticket, így meg annyi, hogy itt meg tudom csinálni ezt a valamit. Rohangálnám, az a hülye. Szöngyűjtött, azt hogy tudom elrakni, gyerekek? Már jön. El. Jó, ellel elő tudom menni az öngyújtót, meg el tudom rakni. Ez jó tudni. Még 3 darab stick és meg vagyunk. Itt van egy kis tó, vagy forrás, vagy mi. Ebből nem lehet inni ilyenből egyébként? Nem tud inni belőle? Nem? Ó, lehet azért hide-olni. Lehet lopakodni. Ez mondjuk egy jó dolog. Megvan a stick. El is vagyunk fáradva. Szomjasak vagyunk, éhesek vagyunk. Van csokim, azt hiszem még azt beverem. Azt majd utána kell kaját gyűjteni, vagy csinálni. Ilyen madarakat is ugye le kéne ütni. Na! Ez hogy van? Errel tudom változtatni, hogy mit rakok bele. Ez mi? C. Hát tudok bele pakolni követ is. Tök jó. És erre változtathatom, hogy mit. Akkor ez nem csak röngöd víz. Stick, ja igen, jó. És hogy tudom vinni? Aha. És tudom tolni. Jó, hát ki kéne vágnom fát, na? Itt a berje. És ez meg tudom enni. Áfonya. Ez jó, elég jó, gyorsan. Jól lakik vele. És egy bokron kétszer tud szedni. Oké. Jól is laktuk. Na! Hogy van ez a favágás dolog? Ezt most folyamatosan nyomjam, vagy... Odébb kell állnom? Ezt rendesen körbe kell csapkodnom, és van fizika itt ebbe? És merre fog borulni? Az igen, jó. Várjál, ez úgy van. Jó, gyerekek. Most látom, hogy ez nem lesz egyszerű. Ezt megoldanom. Amire összegyűjtök én, nem is tudom, 80 vagy 60 vagy hány darab. 89 darab röntötte, Isten. Amikor egy fából kijön. Ó, elég sokat fel lehet rárakni, az jó. Na jó, hát vágom a fát. Hűvös halomba. És megnézem, hogyha itt folyamatosan egy oldalra ültem, az is elég neki? Elég nyögmenyelős ez a favágás. Hányat tudunk elvinni? 3? Az 3-at el tud vinni egyszer, az jó. Jó. Mármint a vállán, érted? Tehát akkor nem kell egyesével ordanod. Erre még fér. Ezzel van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hogy lehet 9? Nem ugyanannyi jön minden fából ki? Mert ezt megnézzük.
fonád, hozzáadva. Van valami fonádban, ami jön belőle. Nem tudtam mi. Hirtelen azt olvastam, hogy fene vad. Az valami fonád jön. Jó, egy oldalról elég ütögetni. És ahogy nézem, arra fog dőlni, amerre állsz. Tehát ezzel talán lehet szabályozni, mindjárt megpróbáljuk. Vagy ki a kettőt visz csak egyszerre. Ó, te fiú. Tévedtem. Tévedtem, hogy hármat. És akkor ennyi a max, ami ráfér? Aha. Jó, akkor ezt dobhatom le, ugye? Várjál, ezt így viszem, és meg tudom még fogni ezt. Nem, azt ledobta. Jó, menjünk. Bevásárlok, hogy mondjuk ezt eltolja valaki, akkor ez elég kemény gyerek, nem? Gyereke. Te ezt így el tudod tolni. Rönkökkel megrakott csúszka-buszkát. Tehát valahogy meg kell oldani, de jó, hogy csináltunk ilyet, legalább nem kell itt. Igaz, attól tavaly izé, beribokrom vagy mi. Kell majd egy tábortúz, meg lehet, hogy kell egy ideig, mert szalás, nem tudom mikor lesz éjszaka itt. Már ugye ennyi idő múlva, vagy hogy megy itt az idő, vagy nem tudom. És akkor ezt úgy kellene, hogy át kéne pakolnom, hogy leveszek kettőt. Belerakom, vagy de, ugye? Elveszek kettőt, belerakom ide. Elveszek kettőt, belerakom ide. Elveszek kettőt, belerakom ide. Aha. Ez jó. Csak még kell 77 gyerekek. Úgyhogy lehet, hogy kellene egy ízéseltet csinálnom. Egy ilyen nagyon egyszerűt, ami nagyon-nagyon... Amivel tudok aludni, érted? Ilyen menedék. 26 levél kell hozzá, meg 14 ilyen valami. Nem... És maximum akkor utána összetöröm. Addig jó lesz ez nekem, nem? Addig ide rakjuk elé. És akkor addig alszunk ebbe. Hogy nincs olyan, hogy ágy. Nincs olyan, hogy mondjuk minek ágy, nem? Ide. Rakjunk ilyet ide. Oké, kell stick 14, azt majd ne felejtsük el. De jó, hogy mutatja mindig, tök örülök neki. Az. Szereztünk kusit. Arra lennék kíváncsi, ha kidobálom ide a köveket, azok megmaradnak el, mert ugye például akkor tudnék meggyűjteni. Jó, mindegy, szerezzünk sticket, meg szerezzünk még rönköt. És akkor megcsinálom ezt itt, tudok aludni, hogyha éjszaka van. Nem tudom, ilyenkor hogy van, hogy meglephetnek-e éjszaka, ha alszol, vagy nem, vagy hogy működik. De azért mindenképp jobb lenne, hogyha nem korom sötétbe kéne szórakoznom. Bár hogyha valami normális világítást ki tudnánk találni, akkor lehet, hogy jó lenne. Oha! Oda nézzetek, bazel! Ott megy 4 darab ilyen hülye. Vagy 5. Ezek szerintem így össze-vissza mennek, és nem biztos, hogy ezek megtámadnak, mert elfutottak arra jobbra. Ilyen, na. Fiúk. Nagyszerű az élet. Nem egyszerű az élet ezzel a szigeten, te. Megpróbálom úgy kivágni, hogy arra borítom. Kicsit para hátat fordítani ezeknek a kisköcsögöknek. De hát csak nem egy hitelnek. Meg amikor támadnak, akkor előtte egy hirtel egy ordítanak, nem? Most kíváncsi vagyok, ez arra fog borulni. Ott van kettő nyúlba az a szekeremnél. Csapdát kellene csinálni. Na, borulj! Aha. Sőt, szerintem meg lehet lökni ezt a szart. Nem merek hátra nézni. Esküszöm.
hülye hangok vannak, és ezek olyan rohadt gyorsak, meg nem veszel észre őket, tök szar. Ezeket ki lehet vágni, ezeket a tuskókat, fajok, majd mi lesz akkor? Sütem. Ez így tök jó. Ne! Ezt nem hiszem, hogy nem lehet kivágni. És hogyha ide akarnád telepedni, akkor... Hoppa, mi ez? Mi lett ebből? Ja, így lehet eltüntetni, oké. Okay. Ugye kell nekünk stick is. 11 darab. Ebből is az olyan. Egyébként be lehet kapcsolni, képzeljétek amennyiben, hogy újra nőjenek el a fák. Azt nem mertem bekapcsolni, de lehet, hogy érdemes, nem? Azt kivágtam, mint hogy megettem volna, én hülye. Nyuszit nem tudom elkapni? Baza. Nem hiszem. Meg kellene szereznem azt a stick mennyiséget, hogyha megyünk vissza addig. Ez egyébként néha nem tud ütni az a csávó, hogyha nagyon fáradt, akkor csak így leppül az a szarra. Meg nagyon nehezen vágja ki a fát, nem tudom, nem lehet szerezni valami jobb fegyvert, mert ez nagyon ótfar. Kom már ki. A favágás ez már most nem tetszik, rengeteg meló, nem? Na. Egyébként vannak ilyen rejtett helyek, ilyen barlangok, meg mindenféle. Ahonnan lehet különböző speckó dolgokat szerezni, mint amilyen fegyvereket. De nem, tényleg nem akarok belemenni olyanba, hogy ilyen spoiler. Amit nem akarok utána nézni a dolgoknak. Ah, itt is egy. Na szerezzük meg a sticket is, mert az is kell. Jó, se jó. 11 darabot, vagyis már csak 10-et. Oké, itt volt berry, ezt megeszem mindig. Ez mi ez? Nem ad semmit. Ez valami fehér bogyó réze. Ezt nem eszem meg. Ez csak egy sticket, de ez a pici. Mi? Fa, vagy mi ez? A fehér bogyó. Levelet, egyébként a levelet le tudod róla szedni. Ezt nem merem megenni, ezt a fehéret. Ha viszont szétütöd, akkor meg kapsz levelet. Még kettő darab stick, és meg is vagyunk gyerekek. Túl is teljesítettük volna, hogy nem tudjuk elvinni pont. Ú, te fiú. Mekkora szar helyzet van. Vágjunk fát. Itt a széliből. Lehet, hogy bekapcsolom, hogy újra nőjenek a fák. Ezt nem mondanám könnyű, de mondjuk nem tudom mennyi idő. Te, sötétedik, nem? Ú, te fiú. Szerintem én megyek, mint az őrült, hallod? Megcsinálom azt a sheltert, mert különben akkor megint éjszaka itt kalandok lesznek. Ezt összefossuk magunkat. Már megint, mint hogyha sötétedne. És még mindig nem tudom megcsinálni. Jaj, gyorsan, gyorsan. Igen? Gyorsan, gyorsan. Itt egy buzi, ne! Megint egy csaj! Tök agresszív. Miért van ennyi ellenfél? Hallod? Normálon játszok. Lehet, hogy kellene valami íjat, vagy valamit csinálni. Gyere, na! Gyere, na! Igen.
Egyébként a full staminával nem tudom, hogy az mennyire befolyásolja, ott a beborít a vér, le kérem mosni, ugye. Full staminával csináltam egy ilyen hosszú... Hosszan nyomtam a gombot és úgy ütöttem meg, akkor egyben kifeküdt. Meg el kellene magam... Le kéne mosnom magam, azt írja, azt azért lejött ide most. Valami fertőzést kapok, hogy beszél. Kellene gyorsan egy botot szereznem. Ott a fiú. Pénz. Csoki. Csoki, Csoki. Fiam, Csoki, jó. Csoki vár. Egy bot. Oké, megvan az egy botunk. Fötolom a kordét is akkor már. Szerintem már sötétedik ma rá. Meg csinálunk egy normál tábortüzet akkor majd. Meg falakkal körülveszünk át magunkat, azt akkor győjjenek a kis köcsögök. De hallod, én nem várom meg, hogy izé, hogy nem tolom fel a kocsit. Mik ezek patkányok, baze? Az anyám. Hús. Trófea. Ó, trófea nem kell. Ezek a trófeák, ezek mi a szarnak ennyi? Ki tudod rakni majd a házikodba, vagy miért van? Az a jó egyébként ebbe a helybe, tök jó megtaláltuk itt a nagy fa alatt, hogy egy irányból kell védeni majd. Ide húzunk egy falat, hátulról nem támadhatnak meg, érted? Majd ez valahogy úgy lesz. Gyorsan, 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 gyorsan. Meg is csináltuk. C mentés, ó, dik. És ehely. És mi történt? Jó, mentettünk egyet. Na, gyerekek, én elbúcsúzom, és akkor innen folytatjuk. Írjátok meg, hogy az éjszakát azt átaludjunk, vagy inkább bizony legyen akció. Na, köszi szépen figyelmet, jók legyetek, csumicső, remélem tetszik. Nekem egyébként igen, kicsit túl nehéznek találom, meg beszarok éjszaka ezektől a szemetektől, de azért jó lesz ez. Na, sziasztok!